Sziasztok, én Szotyi Vég, és ebben a mai videóban elkezdünk egy új sorozatot, az Euro Truck Simulator 2 sorozatot. Szóval, ja, itt vagyunk az Euro Truckban, és akkor csináljunk egy új fiókot. Azok amúgy, amit ott voltak fiókok, azok nagyon régiek, nem tudom, mióta ott vannak. Utoljára egy fél éve játszottam a játékkal. Ugye nevünk az Szotyi. Ennyi. Szotyi. De akkor elérjük már nagy esze, hogyha már nevünkről van szó. Ez betű. Jó. Képünk. Na gyorsan nyomsz el innen. Nem leszünk mi csajok. Mi pasik leszünk. Na jó van, akkor ki a sorlét legjobban rám. Nem tudom. Biztos nem ő, az biztos. Meg ő sem. Ő! Te nincs szemüvegje. Nem lehet photoshopolni, ezt ráteszem. Ő, hallod, ő! Ő itt a legjobb. Kedvenc márka. Lettek új kamionok? Nem. Hát, nekem DAF a kedvencem. Szóval DAF, a régebbi. Cég logók azok még mindig maradtak, hát ez akkor legyen ez a tüzes. Cég név. Szotyi Trans Kft. Kft. És egy pont van a végén, ha jól tudom. Magyar, Európa, jó. Még nincs is más helye. Mondjuk van egy módom, amiben leszettem. Mi az? A Steam munkahelyről, vagy mi az műhelyből egy videót. Videót azt? Egy... Mi az már? Nem itt az eszemben. Jó, nem itt az eszembe. Modot szedtem le. És az nem is tudom, az szerintem azt nem is működött, mert valami bug volt benne, és sokaknak nem működött. Szóval nem is használtam, mert nem tudtam használni. Szóval soha nem tudjuk meg annak a modnak a rejtelmeit, de még lehet megpróbálom majd betenni. De nem tudom, mondjuk volt egyszer magyar modom, amit leszettem online, de az a volt a baj vele, hogy nagyon akadozott, szóval azt is szépen elfelejthetjük. Magyarország, ugye? Hát nem. Megyünk Skandináviába, már van Skandináv DLC, meg Észak-Európa vagy mi. Azt hiszem, mert benne van Magyarország, ami nem lenne. Azt ennyi. Skandinávia meg az. De megnézhetem. Igen, annyi. Akkor mondjuk legyünk Malmö, Kopenhága. Itt van egy híd, és ott van egy achievement Kopenhága meg Malmö között. Itt van egy híd. Ott azon át kell menni. Az egy achievement. Nem játszok végig az oktatómodot. Szóval most megyünk Kopenhágába, hogy az achievementet teljesítsük. Kettő. Azért nem akartam Magyarországra spónolni, vagy tenni a telephelyet, mert én ide szerettem volna. Jaj, de jó, és akkor most még át kell állítgatni, hogy 3 euró legyen. És a háttérzaj, oké, bocsi, mert építkeznek. Szóval, ha van egy ilyen fura hang, akkor ez azért van. Nyikorog minden, hallod? Jó van, akkor kezdjük már el. Leszarom. De okozok csalódás, jó? Én leszek a csalódás mestere.
Micsoda sátor van ott, jó nagy. Na jó, akkor ugye betört, megnézhetjük a mi kis kamionunkat. Nagyon jó. Úrjam, atyám, de rég láttam ezt a járt. Így. Az Isten itt ebbe a vezetékes egérbe bele. Na menj már, és mozogott a tükörben a izé. A jobb oldali tükörben a... A jobb fent láthatjátok ezt a... Ezt a tükröt, amit... Ezt a tükröt tudjátok, amit így hozzá lehet így adni, amit most váltogatok. Itt jobb oldalt mutatja, mert nem szoktam így átnézni oda, hogy mi van ott. És így mozog, most nézem. Ezt eddig nem vettem észre. GPS, jó. F1, ezt megállítom, ha jól tudom. Egy számok a kamerák. Kamerák. Evel lehet beindítani. De profi vagyok! Mi van? Beindítottam a kamiont. 1000 év után. Na, hogy kell kamerát váltani? Számokkal. IKEA! Azt figyeld, mi menci kamion! Azt figyeld! Azt figyeld! Amúgy azért szeretem a DAF-ot, mert szép belülről, kivülről. Mármint nekem a régi tetszik, kívülről, belülről. Meg van ez a 3 ablaktörlő. Nekem még régen nagyon azt szimpatizált benne, hogy jaj, de jó, 3 van, és ilyen tök menő. Na mindegy, belső nézetből fogunk játszani, egy kis reflektort adjunk. Na merre kell itt kimenni? Most merre kell kimenni? Gondolom erre. Úristen. Már sötétedik? Milyen sötét a játék? Te jó Isten. Azért még megmarad... Esküszöm, ilyen nem volt akkor, mikor még én játszottam ebből? Utoljára? A betaró kinyílik a kapu nekünk, hallod? Na jó, merre, hogy van az index? Ez az index, jó van. Ebből lehet jobbra. Oké. Na, gyere! Gyere, mert biztos nagyon sietsz. Jó? Igen, ezek a rohadt szűk utak. Soha nem bírtam őket bevenni. Itt a skandináv utakon, ide beindexelünk, úgyni szépen becsapjuk jobbra. Amúgy nem tudom, miért nem tolom ki az elejét, nem kellett volna ide eljönni. Mindegy. Nagyon jó, amúgy bírságok, meg a csődbe menés, az be van kapcsolva, szóval... Nagyon jó. És akkor már átléptük a sebességhatárt. Itt hanyadik kiárat? 3. Na. Nem jön senki? Dehogy nem jön ott a kicsi kocsi, meg még egy kicsi kocsi. Gyertek má. Gyere má! Becsapjuk ide a Mercedes elé, hogyha az az volt. Jól láttam. Ki ne gyere! Hú, de rosszul veszem ezt a kanyart, ami körforgalom. Ja, a Mercedes, ami ott van mögöttünk. Na, itt kimegyünk. Hoppa, majdnem beleakadtunk abba a kis táblába. Nem baj. És akkor itt patkázás nélkül be fogunk kanyarodni. Figyeld! Mutatom innen, hogy lehessen látni az elejét. Itt már nem patkázhatunk az elejével. Figyeld, milyen profi, halál profi vagyok. Itt ki kell engedni előre. Hopp, elkerültük a járdapatkát, meg ezt is. Juhú! Na, nagyon jó. Amúgy nehogy elhiggyétek, hogy profi vagyok, akkor a nagy óskafos vagyok. Igen, tolatni se tudok. Jó. Itt gyönyörűen betesszük ide a fal mellé. Itt stop. Na, mi van? Na, állj már meg! Kézifék be, motor leállít, T betű megnyom, cseh. Ja. Így. Ja. Azt a mekkorát roppan az ujjam. Na. Zöld fülű.
Mi úgy gondoltam, hogy minden részben az lesz, hogy 2 fuvart fogunk elszállítani, és ez még szóval ez még itt nem számított, mert ez még a első fuvar, amit ad magától a játék, és én olyan 2 fuvart akarok menni, amit ugye én választok ki, szóval mostantól kezdődik, szóval ez az első videó hosszú lesz, mert ugye beregisztráltunk, meg levittük ezt a fuvart, amit beadott ilyen idézőjelesen. Hova már? Idézőjelesen oktató fuvarnak, és még mielőtt elfelejteném, szépen átállítjuk forintra a pénzt, mert engem rohadtul idegesít az, hogy euróban van. És arra emlékszek, hogy még mikor utoljára játszottam, 39 millió volt, mármint forint volt, azt hiszem, 39 millió forint volt a... Igen, ezt átállítjuk autóra. 39 millió forint volt egy ilyen DAF, és lehet emelkedett, lehet csökkent az ára, nem tudom. Kijelzés, sebesség kijelzése, automatikus parkolás. Jó, itt a szépen időzőnek. Aki nem tudna, mit keresek, a kamionokban van ez a sebességszabályzó, ami leblokkolja 91-nél a kamiont. Szóval én azt keresem, hogy ott van sebesség limiter, azt úgy szépen ki kell kapcsolni, aztán már mehet is a fuvar. Kaptunk egy e-mailt, nem nézzük meg. Igaziból is, hogy 130 nem olvasatlan e-mailem van. Minek nézzem meg az összes vasság hirdetés. Ez fizeti a legjobb pénzt. Szóval, 1-2, hip-hop. Csak a legjobb pénzt fizetőt kell elvállalni. Igen. Amúgy, hamarosan el szeretném kezdeni gyűjteni a pénzt, mert akarok már egy stúdió. Idézésen stúdió, mert ez még rohadtul nem stúdió. Egy idézésen stúdió update-ot, hogy veszek egy mikrofont, ahhoz filtert, meg habszivacsot, meg ilyen kart, ami fogja maga a mikrofont, meg egy mikrofon tartót. Aki érti, miről beszélek, az jó, azt tudja, jó. Mindegy, ami van a nagy videósoknak, csá! Mert eBay-en találtam tök olcsón. Szóval, ja. Hamarosan beruházunk egy ilyenre, aztán majd jöhet a többi. Az istenit! Hülye gyerek. Szűkebben nem fordulhattam volna. Aki amúgy nézi a jobb felső sarokban a tükröt, ez láthatja, miért tolattam vissza. Hát van rá egy nyomós érv. Nem sérv, nyomós érv. Mert rohadtul neki mentem a kapunak. Mint a pótkocsi men neki. Na, aki jön, az ott akkor most megáll. Mert felöklelem. Na viszont látásra. Jó volt, király volt, minden. Az indexe még mindig ilyen... mindig ilyen lassú. Ó, azt tudom, hogyha itt megnyomom az O betűt, ez már piros volt. Ójraj meg. És nem állítottuk át forintra. Hé, hülye gyerek. Elméletileg, hogyha megnyomom
az O betűt itt, akkor itt hátul el kéne valami... Ja nem, mert az csak kardonca szállítónál van. Vagy mi az? Markoló. Semmi, nem szóltam semmit, jó? Egy lámpa van a markoló szállítókon, meg a kardonca szállítókon. Amit hogyha megnyomsz az O betűt, akkor elkezd villogni sárgán. 54-jel megyünk, jó van, nem érdeke. Büntessetek meg, van pénz. Az anyádat. Kormánynál amúgy jobb lenne játszani, csak az az egy baj van, hogy a kormánynak az USB bemenete az most így nagyon közeledik a halálhoz. Szóval kb. Úgy 3 percenként elveszti a jelet a számítógép a kormánnyal, aztán csá, nem működik. Kihúzod, újra bedugod, akkor működik, de ezt így 3 percenként megismételgetni eléggé idegesítő, szóval maradunk billentyűzet. Azt majd, hogyha helyre jön, akkor majd lesz kormánnyal is. El ne jöjjön valaki jobbra, mert... Ó, hogy az anyádnak a jó büdös! Na várjál csak! Most azonnal, vészvillog... Ne tolassál, hülye! Egyenesen mentél! És neked kellett volna megállni, ott van a lámpáknál, ott a tábla. Elsőbségadás kötelező. Hülye gyerek! Rohadj meg, te meg menj már innen előlem! Úr, menj ma! Odébb tollak, hülye! Hát, te jó Isten, mik ezek a hülyeik? Mi károsodott? Pótkocsi is, 100%... Azt tudom, nem tudom, hogy még benne van az a idézőjelesen bug, hogyha egy ilyen... Milyen fuvar ez? Gyors fuvart elválasz, és bemész a szervizbe, akkor majd a munkáltató vonja... A munkáltató fizeti a szervizelését a kamionnak, de azt a végén nem vonja le a tapasztalat listán, vagy mi, vagy hol. A végén, amikor megkapod az XP-t, meg a tapasztalatpontot, meg a zsetont. Ugye? Az a legfontosabb. Igen, rólam tudni kell, sávot alig bírok tartani. Nagyon jó. És itt el kell mennünk jobbra. Majd a lehajtón. És miért nem megy a kamion? Mi ez az ócska tragacs? Értem, hány tonna ez? 11. Félpolt kocsi, hallod? Ezt a Scania meg a DAF az simán viszi. Simán viszi ilyen 110-zel, az Iveco meg a legszarabb az ilyen alig viszi, avval vagyunk most a legalapabb kamionjával. Jó, mondjuk lejtőn persze, hogy gyors. Ó, mi van itt? Trafipax? Aha, építkezés. Jaj, 70-nel lehet, rohadjál meg, jókor teszed ki azt a rohadt táblát. Szűkebb sávot amúgy nem csinálhattak volna. Mindjárt füvön megyek. Na jó, cső. Igen, és akkor ez ilyen chilles rész. Megyünk a pályán. Aztán úgy kb. Nem csinálunk semmit. Csak vezetünk. Ez ilyen. Full laza. Dőljetek hátra. Aztán nézzétek. Hogy értelmetlenebb dolgokról pofázok. És mindjárt megvan a 100 km/h. Csak beindult ez a kamion. Uha. Lesznek itt gondok ebből a billentyűzetes irányítással, én úgy látom. Mondjuk régen is billentyűzettel játszottam. Na mindegy.
Tudni kerülöm, vezetős játékokat nem szeretek billentyűzettel játszani. És ezzel az emberek 90%-a együtt ért velem. És itt most szépen becsapintjuk. És amit az igazi, való életben nem lehet, azaz megelőzni másik kamiont, na azt most mi nagy ívből letoljuk, és megelőzzük. Na úgy né, mind a két sávban mennyi. Nagyon nagy ívből lesz. Lekakáljuk, és én nem szeretek ilyen helyeken előzni, de most megelőzlek, te. Jaj. Kacskaringós út, hát azt is nagy ívből le... Hom. Na mi van? VPC-s kamion, na mindjárt felborulok. Úristen! Úristen, hozzá vagyok szokva a versenyautós játékokhoz, jajaj. Hú, hát ez majdnem. Frontális baleset, nem kéne ennyire előzgetnem 111-nél. Milyen közel megyek már? Dég vannak új buszok, eddig nem volt ilyen. Picit rányomjuk a fűre. Úgyis abban a sávban vagyunk. Ó, csak ennyivel lehet, mert... Jaj, akkor itt nem bírom megelőzni. Ó, hogy... Jaj, de jó. Akkor most balakatunk el mögött. Nagyon jó. Prima, prima, good, good. De mi az, hogy nem fékez ez a foskamion? Miért kell néznem azt a rohadt mikrofont? Miért? Beragadtunk. De jó. Legalább káros. Új, de jó. Na, szabadulj már ki. Menj már. Na, jó. Nagyon jó. Mi ez a szar? Egy kis ilyen. Hát ez pont a legjobb kamera. Más nem is bírtál volna bedobni, ugye? Cseszem a szádot. Akkor bemegyek ide a fűre. Úgyni. Szépen ügyesen itt végig a... Én vagyok a bocika. Hoppa. Ott az a tábla, nem kell. Ja, amúgy ez amúgy egy ilyen karrier lenne. Ja? Jó, hogy rájöttem. Na, te nem előzöl meg ott bent. Á, mi mindig ezt nyomom. Na, rakomány is már megtört. Nagyon jó. Valaki tolja már meg hátulról, kérem. Mert nagyon lassú ez a ragacs. Ja, és még kell 118 kilométert ebben mennem. Jajaj, lesznek bajok. Várjál. Ahova megyünk, ott van a szerviz. Remélem, hogy van, mert... Na, nem, akkor ez baj. Besztercebánya, ott voltunk kirándulni, hello. Az eddig nem volt, nem? Besztercebánya. Na, most már van. Ó, de jó, van szerviz. Akkor oda tegyünk csak egy kitérőt. Azt mondta, jó. Király, van kitérünk a szervizbe. Na igen, ebben a karrierben lesz jó pár ilyen. Mármint sorozatban lesz jó pár ilyen izé. Baleset és egy jó pár incidens, jó pár számla, mármint büntetés, bírság. Csak megtalálom a helyes szót. És igen, sokszor így fogok menni. Mert nem bírok sávot tartani billentyűzettel, mert ez lehetetlen dolog. És hogyha ezt csinálom, ezt a jobbra-balra kacsázást, ezt direkt csinálom. Nem előzöl meg az anyád. Gyere, játszunk Forma 1-ese, gyere. Halló, versenybíró. Adjon már DRS-t. Várjál, működik a szélárnyék. Vigyázzál már, neked megyek te. Hát biztos nem, mert én adom neki a szélárnyékot. Nem mindegy. És amúgy írjátok meg kommentbe, hogy normálisan játszak, azaz, hogy megyek így az úton szépen, és akkor így... Várjátok, most, és akkor így szépen így...
megpróbálom tartani a sávot, betartom a szabályokat, meg ilyenek. Közben ugyanilyen hülyeségekről magyarázok. Vagy legyen az, hogy így bevágunk a másik autó elé, vagy kamion elé, ott jó, neki nyomjuk a falnak, aki látta baloldali tükörben, és akkor ó, leszarom a sérülést, akkor még kicsit kacsázzunk is. Szóval írjátok meg, hogy normálisan játszunk, vagy mint egy idegbeteg állat. Jó. Mindenki, aki azt mondja, hogy normálisan, akkor az írja azt, hogy hashtag normális, aki meg azt, hogy idegbeteg állat, az meg hashtag idegbeteg állat. Jó? Jó. Ja, amúgy nem lesz második fuvar ebben a részben, mert túl hosszú lenne ez kamionos videónak. Ez jó lesz, és miért nem megy ez a szar? Már veszíti a motor erőt, ha? Na, van, nem érdeke. Nem az én kamionom. Mi az Istenért megy ez 56-tal? Menjél már! Jaj, tanuljatok meg Ivekóval, soha nem menjetek, jó? Ja. Juhú! 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 Ez a legjobb kamera amúgy a világon, ez. És akkor így, chill bro. Index, index. Nem index. Tök jó, mert így a fülkezi billeg, és mikor nyomsz egy ilyen satúféke. Régebben, mikor behúztam a kéziféket, akkor bebicsaklott a kamion, meg most is az van. Hát nem. Na nem bicsaklik be. Mami nem csuklik be. Vigyázzat, bemegyek abba a sávba. Még indexelek is. Azt most visszamegyek. Igen. Nagyon jó. Most már megyek vissza. Balra, jobbra. Na. Jó, most megyük azért picit normálisabban. Ennyi az idegbetegről. Most jön a normális. Most ez az 51. Mindjárt egy lesz. 51 kilométert szépen levezetjük. Ilyen. Nyugisan. Szabályokat betartva. Kamiont se fogunk előzni. Aha, jó, azt nem büntetik, szóval az még itt nem szabály. Szóval itt még lehet. Benézzünk egy ilyen pihenőbe. Változott-e? Benézzünk. Úgyis baromi régen játszottam. Lettek-e változások? Na jó napot. Jöttem, láttam. Mentem. Nem így van, tudom. Ne szidjatok. Jöttem, láttam, győztem. Na jó van, kb. Semmit nem változott. Még mindig itt a parkoló, padok, meg ez a szép kis ülős rész, meg ott a pálya, hát semmit nem változott úgy kb. Na mindegy, akkor zúzunk tovább. Cső! Szép volt, jó volt. Ó, hogy gyere nekem, te. Ó, kösz, hogy kiengedsz. Nagyon szépen köszönöm szépen. Megtiszteltetés. Bum, ott van egy kis megköszönés, ez az vészvillogozás, azt megyünk tovább. Nézd meg a szabálytalan állatot, te. Mi? Az szép volt, barátom. Ki bement a belsősebbe, aztán visszament a külsőbe. Mögém. Maradsz meg ott hátul a seggeden, kisfiam. Figyeld a mestert, így kell vezetni. Felmész oda dombra, ne. Azt a... Dik egy busz. A busz hogy ment? Ott egy űrlény. Ilyen... UFO támadás, gyerekek. Te jó Isten. Nézd meg. The Walking Dead a Euro Truckban. Hát ott nincsenek UFO-k, hanem ott zombik vannak, hülye. Akkor az X-akták. Összekombinálva egy kis Eurotrackkal. Jó, amúgy azok kábelek nem lehetnek, mert a kábelek látszódnak. UFO-k voltak azok, jó? Ha UFO, hanem... Ott van! Oda jöttünk, ahogy megnézitek a GPS-t, ott az a kis piros zászló, oda megyünk. Katowice-be. Kaki vice.
Így a legjobb a térkép. Nagyon sokat látok. Jaj, ezt mondtam, tartom a sávot. Jaj, baj van. Houston! Vagy Houston? Houston vagy Houston? Houston, nem? Houston. Houston, baj van! Nem bírom tartani a sávot. Ja, itt meg el kell menni jobbra. Ogre! El kell menni ogre fele. Jogre. Jobbra. Jobbra te, ogre. Úgy van, csörömpöljetek még jó sokat. Ja, itt maradunk ebben a sávban. És ugye szépen bejelöltük a mi kis kitérőnket a szerviz fele. Mert a szerviz az jó. Rátaláltak Katowice városára, nagyon jó. Idefele volt egy kis incidens. De arról mindenki kus. Van. Na. 1-2 zöld. Na. Jó. Mindjárt lelököm a mikrofont. Jó. Itt van a bal oldalt. Mindjárt mutatom. Bal oldalt megtekinthetik a gyönyörűséges szervizt, és nem látom, hol kell bemenni, szóval előre figyelj. Bal oldalt a gyönyörű szervíz, ahova mi szépen belátogatunk, és a szolgáltató pénzét oda adjuk, hogy csináld már meg a kamiont, kérlek, kösz. Egy kis ilyen, egy kis szerv, fessük már át a kamiont pinkre. Na ne szopass, hogy ezt meg már nekem vonja le. Hát az nem mínuszban van. Ott lenne a mínusz, hülye gyerek. Jó van, nem vagyunk mínuszban. Tudom, nem lehet átállítani, de mindegy. Egy próbát megér. Oda visszük pinken. Hol a pink? Hol a pink szín? Csak ilyen libafos van. Azt a kurva, nekem mióta vannak? Ja, nekem van ez a viking módom, vagy mi a... Mi a bűn? Ez még jól is néz ki. Hoppá. Tök jól néz neki. Ó, ez amúgy menő. Ez is jó. Ezt is szépen megvesszük. Jó van. Dehogy nem, hát ez rohadt szép, hagyjad már. A felhívott, hogy vigyed már be szervizbe, fesd már át erre. Hát tök szép. Aki azt mondja, hogy felhívott engem, és azt mondta, fessem át, az dobjon egy lájkot. Egy lájk, egy telefonálás. Jaj. Túk fordult. Mi ez? Jaj, megnyomtam az ablakt. Menj már innen. Maradjál meg magadnak. Index már ma. Indexeljé! Jó, nem látok el balra, biztos nem jön semmi. Na, ha jön, akkor nagyon beszívta. Ebben nem, megpróbálunk nem belemenni, mert itt van, hogy felrobbansz, hogyha belemész. Te meg menj már. Pucs. Nagyon jó. Itt szépen becsapjuk balra. No fake. Minek fake? Fékezni csak a nubok fékeznek. Ó, baszki, itt kell fékezni. Ó, hogy rohagy meg. A nubok mostantól gázt adnak. Mármint fékeznek. Ez nem fékezés. Jó, mostantól gázt adnak a nubok. Ja, nagyon jó. A nubok innentől nem csinálnak semmit. Eddig ide kellett, oda kellett állni a jobb oldalra, nem balra. Én jobbra hogy fogok kiszállni, azt mondd már meg nekem, kedves Eurotrack készítő szoftver, vagy mi. Azt mondja már meg nekem, hát hogy fogok kiszállni. A sehogyon kívül. Na. Leállítom a motort, fényeket lekapcsolom, kézifék behúz. Tudom, ezeket nem kellene, de... Én megcsinálom. Hú, szép munka. Legelső izé.
Fuvar, tök trágya, zöldfülű vagyok, figyeled. Melyik legyen? Ez lesz törékeny. Ez értékes vagy többet? Melyik a többet? Rang egyen. Az 5%-a magasabb díjazás és 22 valami. Na jó, ez nem éri meg. 18 üzét ad. Törékeny. Kösz. Köszi, csá. Nagyon jó volt veled. E-mail. OTP. Opötö bank. Nem OTP. Opötö. Bréma, halod? Mik ezek az zék? Újváros nevek?